Nekünk már a nyílt napon nagyon megtetszett az iskola, nagyon tetszett a légkör, szimpatikusak voltak a tanárok, és különösen az értékrend is, amelyet az iskola képvisel. Most már elsős a kisfiam, és az első naptól fogva imád ide járni. Tetszenek neki a változatos feladatok, nagyon kedveli a tanárokat, az osztálytársait, és imádja az udvart is. Nem tegnap volt, de én is az Aranyba jártam. Velem egyszerre a két testvérem is ide járt, egy nagynéném több mint 30 évig tanított az Aranyban, most pedig három gyerekem általános iskolás itt. Úgyhogy nekünk ez egy nagyon régi családi kötődés az iskolához, amit mindenkinek csak ajánlani tudok, mert ahogyan mi is nagyon jó élményekkel jártunk ide és élményekkel távoztunk innen, azt gondolom, hogy mindenki más is ugyanennyire szeretni fogja ezt az iskolát. Szonya a Zsuzsa néni osztályába járt, és nagyon megszerette, és nagyon szomorú, hogy négy év után meg kell válnia a tanítónénét. Nagyon szereti a Zsuzsa nénit, és a Zsuzsa néni is az osztályt, és egy nagyon jó osztályközösséget kovácsolt össze, tehát tényleg a gyerekek figyelnek egymásra. Látszik, hogy Zsuzsa néni milyen szépen beszél róla, hogy milyen szeretettel viszonyul a gyerekekhez. Tehát ajánlani tudom az iskolát és Zsuzsa nénit. Három gyermekem is jár az Aranyba, közülük kettő tanított a Sebestyén Márta, az Erényi Ildikó kopáros, akikről elmondhatom, hogy nem csak a tananyagot adták el gyermekeim számára ilyen magas színvonalon, hanem fantasztikus osztályközösséget sikerült mindkét esetben kialakítani. Gyermekeim nem csak azért járnak ide az Aranyba, mert ez az iskola közel van hozzánk, és nagy az udvar, a kert, jó a levegő, hanem azért is, mert úgy ítéltük meg, hogy ez egy gyerekcentrikus intézmény, ahol nem csak a gyerekekre figyelnek oda, hanem meghallgatják a szülők véleményét is. És ezért nagyon jó együttműködés alakulhatott ki a szülők és a tanárok, illetve a szülők és az iskola között. Hát mi azért szeretjük, mert az Arany János iskola az nagyon igen. Jó, meg szerintem sokat tanulunk, sokat játszunk, minden jó!